barátai, testvérei, tisztelt hallgatások! Nem vagyok egy új szólók mint a Gábor, ezért nekem papírból kell, hogy papír segítségével kell beszélni. Minden esetre elsőként azt szeretném mondani nektek, hogy nagyon sokan vagyunk, mert itt minden egyes ember legalább 3-4 ezer cigány képviselni. Azokat, akik nem mertek, vagy nem tudtak a szegénységük miatt, az elnyomottságuk miatt idejönni. Hazahívtak, hazajöttem a szülőhazámba. A gyermekkoromban úgy köszöntek egymásnak a romák, hogy tisztellek, becsüllek. Újra meg kell tanulnunk ezt a köszönési, köszöntési formát, tisztellek, becsüllek. És meg is kell tanulnunk újra tisztelni és becsülni egymást, hogy ne lehessen minket szembeállítani. Én arra kérlek benneteket, hogy forduljatok egymással szembe, hogy fogjátok meg egymás kezét, üdvözöljétek egymást úgy, hogy tisztellek, becsüllek, testvérem. Köszönöm, Jenő. Példát mutattál a cigányságnak. Szeretném, hogyha követnétek Setét Jenőt ebben. Fogjátok meg egymás kezét, és mondjátok azt, hogy tisztellek, becsüllek. Hogy egymás tekintetében, egymás szemében keressétek a bizalmat, a tiszteletet, a szeretetet. Akkor várhatjuk el másoktól, hogy tiszteljenek és becsüljenek minket, ha önmagunkat és egymást is tiszteletben tartjuk. Kedves testvéreim! Ki emlékezik az 1993. júliusi egri tüntetésünkre? Én ott voltam. Ki volt ott, emlékeztek rá? Ki hallott róla? Ki hallott erről a dicső polgárjogi tüntetésről? Utoljára akkor voltunk, közel hasonló létszámmal tüntetni, és akkor azt néztem a meghívóra, a plakátokra, tüntess a demokráciáért az erőszak ellen. És mit írt Váradi Gábor a mai tüntetésünk meghívójára? A hazáért, a demokráciáért, az újfasizmus ellen. Szinte ugyanaz. Nem változott volna a helyzetünk 20 év alatt? Mit gondoltok erről? De változott. Amit azért nem nagyon világosan, hogy akik ellen Egerben 1993. július 11-én tüntettünk, a bőrfehérek ellen, azok ma a magyar parlamentben ülnek. Az egri színhedek vezére bizonyos Schneider Tamás, bőrfehérekén Roy, aki 1991 őszétől a cserevokszári lakótelep megtámadásától 93-ig számtalan alkalommal támadott meg vétlen romákat. 92. január 3-án például leütötte Farkas Bélát, majd amikor Farkas a földre került, kézzel, botokkal és kábeldarabokkal ütlegelni kezdte a társaival együtt, végül a bátor bőrfehérek össze is rúgdosták egyedül lévő áldozatokat. Ez a férfi, Schneider Tamás az elnöke ma annak a parlamenti bizottságnak, amely a családügyi, szociális és ifjúsági kérdésekkel foglalkozik, amely a romákkal, a szegényekkel kapcsolatos szociális, családügyi és a magyar ifjúsággal, benne a cigány ifjúsággal kapcsolatos törvények előkészítésénél és megvitatásánál meghatározó befolyással. Ez a párt, ennek vezérei, ennek helyi szimpatizásai, helyi képviselői tüntetnek ma ellenünk a városban, az Avasdéren. És itt állunk Miskolcon a megyei kormányhivatal előtt, hogy megvédjük magunkat az újnyilas söpredéktől, és egyúttal kiálljunk hazánk becsületéért, ami demoskol ember és nemzetellenes szellem. De nem csak a nácik ellen tüntetünk, ahogy Gábor is mondta, hanem a nácizmus ellen. Ez a barbár népírkó eszme minden országban megfertőzi a lakosok 5-10%-át. De a társadalom döntő többsége, élünk a demokratikus pártokkal,
marhóra szorítják, kirekesztik őket, és a hatalom közelébe sem engedik őket. Náluk fordítva van. A cigányok kerültek a társadalom peremére, minket rekesztenek ki a hazánkból, és minket nem engednek a hatalom közelébe sem. Jól van ez így? Mondjátok. Ha nincs jól, akkor hajlandók vagytok tenni ez ellen? Akkor kezdjünk hozzá. 1988-ban ugyanebben a városban indult el a cigány polgárjogi mozgalom a gettóellenes bizottsággal. Mi voltunk az elsők egész Európában. Mi néhányan cigány és nem cigány értelmiségiek összefogva a kitelepítésre váró romákkal meg tudtuk akadályozni az állami gettósító program beindítását. Most, 2012-ben, 22 évvel a rendszerváltás után Miskolcról indulhat el a küzdelmünk, mert a társadalomba, otthonunkba való visszaköltözésünk, az egyenlő jogaink és méltóságunk visszakövetelése érdekében közösen vívnunk kell. 1988-ban már érezhetjük a gazdasági válság a kommunizmus összeomlásának jeleit, arra viszont semmiképp nem gondolhattunk, hogy ez a folyamat a romákat maga alá temetheti. Ekkor a munkaképes férfiak 90%-a, a cigány asszonyok, nők több mint 50%-a rendelkezett állandó munkával. Sokan emlékeznek rá az itt lévők közül, a fiatalok kevésbé, a most 50-65 éve felé közelítő cigány és nem cigány miskolci, borsodi, vagy éppen pesti munkások még pontosan tudják, mit jelent a kohászatban, a bányákban, vagy az építőiparban büszke és sikeres szakmunkásnak, vagy betanított munkásnak lenni. Annak ellenére, hogy segédmunkásaink a legnehezebb munkát végezték, és a legalacsonyabb bérért, részei voltunk a rendszernek. Általunk működött a gyár, épültek az utak, a kórházak, a lakótelepek. Az avasi lakótelepben is ott van sok száz cigányember munkája. Így van? De 1988 és 92 között utcára tették a cigány munkavállalók több mint 60%-át, mint egy 350 ezer cigányembert. Ilyen drámai, cunamival felérő gazdasági és társadalmi változás békeidőben nem ért egyetlen más népcsoportot, réteget sem, csak a cigányt. És 1993, a mélypont óta egyetlen munkahelyen sincs több. Azóta tart legújabb kori történelmünk cigány exódusza, azóta tart bolyongásunk a pusztában, amely nem tarthat 40 évig. Célba kell érnünk. Kedves barátaim! A munkával együtt családjaink biztonságos nevelésének fennmaradását, az önbecsülésünket vették el. Ezt kell visszaszereznünk. Gondoltátok-e testvéreim, hogy 20 év után sem lesz biztos munkahely talaja lábatok alatt? Gondoltátok-e, hogy nektek, az én korosztályomhoz tartozóknak, és a mi fiatal felnőtt gyerekeinek sem lesz munkája 20 év után sem? Legfeljebb 47 ezer forintos kényszermunka, amire azt mondja Zsiga Marcell alpolgármester és parlamenti képviselő, hogy meg lehet belőle élni. Ő napi 47 ezerből él meg, kiszámoltam a havi jövedelmét elosztva 30-al, kereken 47 ezer forint jön ki. Meg kell hívni, hogy álljon be hozzátok egy hónapra, ide a Szimvapartra, amikor ebből a Szimvapatakból szeditek a köveket, sorban állva, mint a gályarabok. Éljen meg ő is egy hónapot 47 ezerből. Ti takarítjátok el a szemetet, az ürülékeket mások után, és titeket tartanak a társadalmi szemétnek. A fészekrakó családok egészéről úgy beszélt ma a köztelevízióban Kriza polgármester, mint akiket egytől egyig ki fog söpörni, takarítani az avasi lakótelepről. Újabb 215 család előzését jelentette be Miskolcról, az avasról. Nem nézve törvényt, gyermekek jogait, családjaink sorsát, jövőjét. Mondjátok meg,
mennyivel veszélyesebb a magyar gárda bohóckodása, mint Griza elődjei, vagy az ő cigány és társadalom politikája. Megengedhetetlen, amit tesznek velünk. A jogállamnak útját kell állnia ennek az önkényeskedésnek. Mi rólunk 5. kerületi cigányvezetők, mint 5. kerületi cigányvezetőkről beszélt, jó, ha tudja, üzenem neki, hogy a Miskolci Vasgyárból indultam, és az Avason laktam már akkor, amikor ő még román állampolgár volt, és a 8. kerületben éltem. Nem, neki is itt van a helye, nem kell visszamenni, csak tartsa tiszteletben a cigány magyaroknak a jogait. Tisztában vannak-e Miskolc vezető politikusai barátaim azzal, hogy 2 évtizedes folyamatos és egymásra rakódó válságaink kezeléséhez semmilyen komoly állami segítséget nem kaptunk. Pedig az állam benne a kirekesztésünkről gondoskodó helyi önkormányzatok teremtették ezt a helyzetet, hogy a pénz és munkajövedelem hiány egyre rosszabb lakáskörülmények közé nagyszámban a városi és falusi gettókba szorítottak minket, ahol vagy villanyáramot vesztek, vagy kenyeret a gettóiskolába koncentrált gyermekeiteknek. A magyar állam teremtette ezt a helyzetet, hogy 2 évtizedes szenvedés után azt a kérdést kell föltenni magatoknak, hogy éhezünk, vagy megfagyunk. És ez mind nem volt elég. Folyamatos uszító kampány folyik ellenünk, a lelketlen antikeresztény, antiszociális és antiliberális pártok, a munkakerülő, bűnöző cigány bélyegét sütve bőrünkbe, hogy megváltoztassuk helyzetünket, először a saját lehetünkben kell a változást elindítani. Bátor kiállás, tartás, az összefogás képességét kell elsajátítani. És szilárd, jövőt építő programmal kell színre lépnie a demokratikus összefogás kiérlelő, felkészült politikusainak. Összefogva a fiatal nemzedéknek, az öregekkel. És akkor már magamfajta elismertben nyugdíj. Először egymással kell szerződést kötnünk. A legszegényebb romák felé kell fordulni, nem szabad hagyni őket elveszni, gyermekeiket éhezésnek, fázásnak kitenni. Mindenjüknek meg kell tenni azt és annyit, amit lelkismerete diktál és lehetőségei megengednek. Törődünk kell azzal, hogy fizikai környezetünk tisztább legyen, hogy akinek kertje, földje van, az ne maradjon parlagon, hogy ott a családok megélhetését szolgáló élelmiszer növények nőjenek, és ahol lehet virágok is. És meg kell fogni annak a cigánynak a kezét, aki védeni akar az írott és íratlan erkölcsi törvényeink és a közösségünk érdekei ellen. Egyetértetek? Rendkívül fontosnak tartom, mert sok cigány ember érzi úgy, mert sok cigány ember úgy érzi, hogy bele van kényszerítve a bűnbe. A bűnbe a családja túlélése, gyermekeinek a napi betevője bűnös cselekedetre kényszeríti. Barátaim, a szegény embernek, a szegény cigány embernek is egy tulajdona van, a becsülete. Meg kell találni a túléléshez szükséges jövedelemszerzés törvényes és becsületes formáit. Segítenünk kell a nincsteleneknek, és közösen harcolni a munkáért. A cigány családok civil közösségek belső békéjét és összefogását nagyban segíteni, ha civil szervezeteink és helyi önkormányzataink meg tudnak egyezni az alapkérdésekben, a minket megillető állampolgári és kisebbségi jogok tartalmában, és ha el tudnánk jutni egy közös cselekvési stratégiához is, én mondom, gyökeresen meg tudnánk változtatni helyzetünket. Tudnotok kell, kedves testvéreim, barátaim, hogy mintegy fél éve 6-8 főnyi vezető értelmiségi dolgozik egy cigány alapjogi dokumentummal a Roma Parlamentben,
Zsigó Jenő elnök vezetésével, és igen közel állunk annak elfogadásához. Ennek a magyar cigány jogi dekrétumnak a legfőbb eleme a társadalmi terhek és előnyök egyenlő viselésének elve, amelyet az alkotmányban kívánunk rögzíteni. Ennek az a lényege, hogy minden magyar állampolgár és közösség az anyagi és szellemi teherbíró képességének arányában járuljon hozzá a közjó eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy a gazdagok többet tegyenek a közösbe, ne őket segélyezzék 600 milliárddal évente, hanem ezeket az adóforintokat a szegények tanítatásába és munkába állításába kelljen befektetni. A legjobb befektetés a szegényekben és a cigányokban van. Ez a követelmény azt is célul tűzi ki, hogy mindent el kell követni annak érdekében, hogy maximum 15-20 éven belül a cigány foglalkoztatottak aránya elérje a nem cigány arányt. Nincs sehol a világon ekkora egyenlőtlenség, mint nálunk, míg a többség esetében 10%-os a munkanélküliség, a cigány népességen belül 80%-on van. Az alaptörvénynek kell kimondani, hogy a köztársaság alapérdeke, hogy a leszakadtak és kirekesztettek visszaintegrálása nem tűr halasztást. Mert az ország a politikai nemzet fennmaradásának első számú feltétele, hogy adófizetők legyünk, és ne eltartottak. Ha adófizető önmagunk és mások előtt is megbecsült állampolgárok leszünk, megszűnik az ellenünk folyó hisztéria, és megszűnik a minket kirekesztő politika, margóra szorul az új fasizmus. Egyetértetek ebben? Az egyenlő hátrányok és előnyök elve azt is jelenti, hogy az államnak meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy azonos arányban és azonos színvonalon tanulhassanak a cigány gyerekek, a hasonlóan rossz helyzetű szegény magyar gyerekek, mint a jobbmódú és nem cigány családok gyermekei. Az egyenlő bánásmód alapelvének az érvényesülés az egészségükben azt jelenti, és az egyenlő hátrányok elve azt jelenti, és az egyenlő előnyök, bocsánat, elve azt jelenti, hogy a cigány embereknek is egyenlő színvonalú, azonos minőségű, egészségmegőrző, gyógyító ellátást kell kapni, mint az állampolgártársaink. Tisztelt barátom, látom, fáradtok. Legyetek szívesek felemelni, hogy kondit gyűjtsetek azokat a táblákat, amelyek a kezetekben van. Hagyd lássuk, hogy melyek azok a gondolatok, melyek azok az alapelvek, amelyeket meg vannak fogalmazva. Tisztelt barátaim! Tudom, hogy sok munka emberfeletti erőfeszítéssel mindezek eléréséhez. De az alapokban egyetértünk, és következetesen kitartunk az elveink mellett, győzni fogunk, és büszke lesz ránk az utókor. Ha nem, mi is a történelem szégyenpadjára kerülünk. Fáradtságos út áll előttünk, mert a második világháborús népírtás óta nem voltunk ilyen szörnyű helyzetben. De reménység van bennem, hogy képesek leszünk kitörni a fizikai és a politikai gettóból is. És készen állunk a vezetőtársaimmal arra, hogy beálljunk a sorba, és ha kell az elejére is. A kérdés az, ti készen álltok-e a közös, erőszakmentes küzdelemre? Igen? Akkor ott el Roma! Szerencsések és egészségesek! Köszönjük szépen Horváth Oldalnak! Sárkét jelölt! Szervusztok, Sedék Jenő vagyok, és én Miskolcra tüntetni jöttem. Nem tudtam, hogy beszélnem kell, de itt vagyok, sokan jöttünk Miskolcra. Én ellentétben másokkal úgy látom, hogy sokan vagyunk.
ha abból indulunk ki, hogy 20 éven keresztül a politikai pártok arra szoktatták a cigányokat és szervezeteiket, hogy egymást tekintsék ellenfélnek, legyőzendő ellenfélnek, és egymással versengjenek, akkor én elégedett vagyok. Most azt látom, hogy sok szervezetből, sok megyéből, sok településről vagytok itt, köszönjük nektek! Úgy tűnik Miskolc mérföldkő. Úgy tűnik Miskolcon valami új fog elindulni. Valami olyan, amiről a cigány emberek szerte az internet minden felületén írnak folyamatosan. Úgy hívják összefogás. Abban is úgy indul el, hogy úgy döntöttünk, elérkezett ez a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy elég. Amikor azt mondjuk, dosta. Elég volt abból, hogy a szélső jobboldal alakulatai 6 éve körbejárják az országot roadshow-ként, járják körbe a magyar településeket, és mindenütt békétlenséget és feszültséget szítanak. Azokon a településeken, amelyeknek a nevét sem tudtuk, ma kívülről tudjuk őket sorba, mindegyiket. Oda mennek, és feszültséget szítanak, szembenállást teremtenek, addig helyben, békében egymás mérők között. Nem tűrjük tovább. Innen üzenem, hogy nem tűrjük, mert nincs hozzá semmilyen morális alapjuk. Egy olyan párt, amelynek több tucat képviselője kompromitálódott a pornóiparban. Amelynek segélycsapataiban visszaeső bűnözők vannak, mint a Begyárseregben, amelyik vállalatlan törvényen kívüli szervezet. Egy olyan segédcsapatban, mint a Magyar Gárda, ahol gyerekmolesztálókat találnak a bíróságot. A legutóbbi hírek szerint a Magyar Gárda egyik katonája a saját lányát erőszakolta. Mikor a bíróság elítélte, a gárdistát az áldozat gyermeket üldözik azóta. Követelem, hogy a magyar rendőrség végjeleg ezt a kislányt, akit Angélának hívva. Pornósok, gyerekmolesztálóknak semmi joguk arra, semmilyen morális nincs, hogy bárkit kollektíven minősítsenek. Meg kell őket is zárni! És azt gondolom, hogy sok, nagyon sok fontos mondat hangzott el az előttem beszélőktől, és csatlakozom hozzájuk abban, hogy nem engedhetjük, hogy a szélső jobb döntse el, hogy ki a magyar, ki a jó magyar, ki a hazafi. Én cigány vagyok, magyar vagyok és hazafi. Ha azt kérdezitek, miért jöttünk? Hát megmondom. Mert mi Budapesten elindultunk százan. Mert emlékszünk azokra a napokra, amikor mi szerveztünk hasonló eseményeket, és a miskolciak mindig ott voltak. Jöttünk, hogy szolidárisak legyünk az itt élő cigány emberekkel. Jöttünk, hogy szolidárisak legyünk az itt élő nem cigány emberekkel. Jöttünk, hogy érezzétek, ide tartozunk, együtt vagyunk, veletek vagyunk. Jöttünk, mert azt gondoljuk, hogy föl kell hívnunk a politika figyelmét arra, hogy az államot irányító kormánynak minden eszköze és hatalma megvan ahhoz, hogy megfékezze a szélsőjobbot. Miskolc nem lesz Debrecen! Azért jöttünk, hogy megüzenjük a kormánynak és az államnak, hogy mi ugyanolyan magyar állampolgárok vagyunk, akinek ugyanúgy jár a biztonság és az emberi méltóság, mint a többi 9 millió honfitársunknak. És igen,
Újra kell kezdeni mindent. Újra kell szerveznünk az önszerveződésünket, a roma mozgalmat, újra kell teremtenünk azokat az értékeket, amelyek mentén együtt tudunk dolgozni, és amelyek mentén együtt tudunk kiállni egymásért és közös célokért. Opre roma! Köszönjük szépen Sötét Jönnek ezt a szónapot, azt hiszem, hogy nyelvünkön beszélt. És most engedjétek meg, hogy felkérjem Szávó Vincét, az Ékely Jogdíjat, országos az elmény. Kedves honfitársai, magyarok és cigányok, az Isten szeretetével engedjétek meg, hogy köszöntselek benneteket. Engem Várad Gábor, a Roma Nemzeti Kisebbség Önkormányzatának elnöke hívott föl, és kért arra, hogy jöjjek, és jövünk. Testvére, országszerte, hogyha probléma van a cigánysággal, akkor hívjatok, és jövünk. Testvéreim, nagyon sokan nem tudják azt, hogy az Ék Egyesületnek a Magyar Gárda feloszlatásában főszerep jutott, és az égiek segítségével sikerült feloszlatni őket a bíróság és az ügyészség jóvoltából. Köszönjük nekik! Testvéreim, kérlek titeket, hogy a szívetekben éljen az összetartás, éljen a szívetekben a cigányság és a magyarság iránti elkötelezettségetek, mert mi magyarok vagyunk és egyben cigányok is. Nekünk nem mondhatják azt a szélső jobboldaliak, a rasszista nézeti emberek, hogy ki ebből az országból, mert ez az ország és az ország ugyanúgy a miénk, mint a normális, becsületes magyar emberi, mert magyarok vagyunk testvérei. Itthon vagyunk testvérek, igenis itthon vagyunk. Én azt gondolom, hogy most, így ahogy látom, hogy eljöttetek testvérek, több megyéből is vezetők, civil szervezet vezetői, és ezt köszönöm nektek, és nagyon köszönöm a rendezést, ezt a napot, ezt a tüntetést, amit közösen teszünk együtt sok civil szervezet vezetővel. Igenis, én azt gondolom, hogy erre van szükségünk, drága barátaim, nem egymás ellen kell tennünk, mert sok esetben, hogy a civil szervezet vezetők is egymás ellen fordulnak, én kérem, hogy ettől a naptól legyen igaz szívetek roma, és nem roma cigány vezetők. Legyünk együtt közösen, közös ellenségünk a szélső jobb oldal, a Jobbik, közös ellenségünk testvéreim. Nem csak a cigányság, nem csak a zsidóság, nem csak a baloldali érzelmű polgártársak ellen fordultak, hanem a jobboldali polgártársak, akik ugye jobboldali érzelműek, most már ellenük is fordultak. Kérek mindenki, testvéreim, hogy vegyük észre azt, hogy a Jobbik, a magyar nép ellensége, drága testvérem, ezért kellettek ti, és nagyon sokan kellettek magyarokkal, cigányokkal, zsidókkal és a 13 nemzetiséggel, hogy tegyük meg azt, ne lapítsanak emberek, ne várják azt meg, hogy jön és jön a rossz korszak rájuk is, másokra is jött a rossz korszak, testvéreim, nem csak a cigányságra, nem csak a zsidóságra. Én kérek mindenki, drága testvérek, hogy a magyarsággal, a többségi társadalommal értessük meg azt, hogy ne a cigány bűnözésről szóljon a mi népünknek a legfőbb szerepe, hanem szóljon arról, hogy a cigány társadalom sokat dolgozott ezért az országért, mikor harcolni kellett, drága szép testvéreim, mi elsősorban a cigányok ott voltak. A történelem könyvek nem mindegyike írja azt, hogy sokkal több cigány származású honfitárs, honvédő halt meg a háborúkban. Miért is, testvérek? Tudjátok miért? Mert jelentkeztek a cigány emberek, hogy önkéntesen jelentkeztek, hogy védeni akarják a hazát. Mit képzel a Jobbik? Hogyan képzeli azt, hogy minket megpróbál félemlíteni? Nem tud, mert erősek vagyunk, az Isten velünk van, és ők kerülnek alá, megbuknak. Amen. Testvéreim, csak néhány percet kaptam, de köszönöm szépen ezt a lehetőséget is, hogy itt megszólalhattam.
és azt gondolom, hogy amikor országszerte megeszteni településszerű probléma van, még egyszer fölhívom a figyelmét mindenkinek, hívjatok minket, hívjátok a cigány vezetőket, hívjátok a jóérzésű magyar vezetőinket, és fogjuk össze, együtt tegyük azt, amire szükség van. Az IKE Egyesület elkezdte szervezni a tagságunkat, minél többen legyünk, 13 ezer tagunk van testvérek, de Európa szerte szerint elkezdtük szervezni a kint lévő a kihelyezett szervezők vezetőit, New Yorkba is vagyunk, Németországba is vagyunk, Romániába is vagyunk, Szlovákiába is vagyunk, és európai cigányság összefogásra van szükség, úgy látom testvérek, hogy Magyarországon a békénket meg tudjuk szilárdítani. Erre kérlek titeket, hogy legyen erőtök hozzá, legyen ereje mindenkinek, és a magyar ember, sok magyar ember van, több a jóérzésű magyar ember testvérei. Ne legyen ellenszenvetek a magyarsággal szemben, és nincs is. Az, hogyha bizonyos ez a maréki szélső jobboldal, ez a rasszista nép, ez a fajgyűlölő nép, a Jobbikhoz tartozói, és ugye a szimpatizánsai, ők vannak, de sokkal többen vannak a magyarok, akik szeretnek minket, elismernek, és ismerik a mi értékes, önzetlen munkánkat testvérei. Kívánom, hogy az Isten áldjon meg benneteket, a cigány népet, a magyar népet, minden nemzetiséghez tartozó népet, az Isten legyen velünk, és bízom abban, hogy a kormány még erősebben föl fog lépni a Jobbikkal szemben, mert ez a dolga. Nem lehet szétrombolni egy országot, lerombolni ezzel a gonosz, aljas eszével, testvéreim, nem lehet. Miért nem vesz észre azt a mindenkori kormány, drága testvéreim, hogy akkor, amikor a rasszizmus felüti a fejét bizonyos önös érdekekben, kérdés érdekekből, akkor az országot lerombolja gazdaságilag, erkölcsileg, drága szép testvéreim. Erre van szükség, hogy a kormány figyelmét is fölhívjuk arra, hogy mindenki figyelje meg azt, és vegye észre, és vegye komolyan azt, hogy a szélsőjognak nincs helye a parlamentbe se, nincs helye ebbe az országba se, hogyha ők valójában magyar nemzet ellen fordultak. Isten áldjon benneteket, drága testvéreim! Minden jót akar. Köszönjük szépen! És most felkérem Szilvási István zenészt, hogy tartsa meg beszédét. Sziasztok! Hello! Merre nem számítottatok én sem. Azért kértem szót, mert azt gondoltam, hogy amikor idejöttünk, volt bennünk egy óriási nagy tűz. És bennem is, és mindenhol, és a Facebookon, és az egész elmúlt két hét erről szólt, hogy ide jövünk Miskolcra. És egy víziómat szeretném nektek elmondani, egy látomásomat. Ha most innen ma elmentek, és ma azt mondjuk, hogy 2012. október végét járjuk, 2014-ben a választásokon, amikor eljön az a bizonyos nagy nap, amikor a 200 fős parlamentben cigányságot is bele kell majd raknunk, akkor lesz nekünk végképp nagy igazi erőnk arra, hogy ilyen fasiszta párt, mint a Jobbik, ne létezhessen többé. Akkor is legyen meg bennetek ugyanez a tűz, akkor is legyetek ilyen kedvesek és áhítatosak, és nagyon-nagyon-nagyon szorgalmasak, és nagyon-nagyon kitartóak, hogy akkor is ott legyünk, és a szavazatunkkal azt mondjuk, hogy nem. Nem engedjük meg a Jobbiknak, és mindenféle náci eszménynek, hogy a mi életünkön uralkodjon. Az én gyermekemet, az én szüleimet, az én testvéremet, az én barátaimat, pedig itt vagytok rengetegen, akik nagyon sokat ismerek közületek, senki sem bánthatja, senki sem nyúlhat hozzátok fizikálisan, egyetlen egy pofont nem kaphattok, senkinek nem engedjük meg! És mivel azt mondta egykor Freddie Mercury, hogy show must go on, a show-nak menjek el tovább, engedjétek meg, hogy egy a kezdeti himnuszunkat átváltoztassam egy ilyen záróakkordra, a Zöld az erdő, zöld a hegy is című dalt énekeljük el együtt. Ez az igazi nagy katartikus élmény. Ebből be tudtok csatlakozni? Ámor, fisszel. Tartsatok velem, cigány testvéreim! Isten áldjon meg mindenkit, és köszönöm mindenkinek, a szervezőknek, és Miskolcnak, és az összes többi településnek. Énekeljük el együtt a Zöld az erdő, zöld a hegy is. Benne vagytok? Kockafejek! Hadd szóljon! Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is, gondok kése húsunkba vág, képmutató lett a világ.
Egész világ ellenségünk, űzött tovajokként élünk, nem loptunk mi, csak egy szöget, Jézus véző tenye. Most mindenki, Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedje, tovább lépünk, megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Opra Roma! Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves Nokedli szerető testvéreim! A 8. kerületi önkormányzat elállt a roma parlament elleni pertől! Roma parlament! Látjátok, mindenek van! Isten hallgat ránk! Sziasztok! Holnap a Facebookon a képeket rakjátok fel! Kösz! Köszönöm szépen! És most engedjétek meg, hogy bejelentsem nektek a Nívódíjas Románó Teátro Cigány Nemzetiségi Színház Kulturális Egyesületének. Tekintsétek meg a műsorokat. Fogadjátok sok szeretettel őket. Csak annyira vagyok magyar, mint amennyire cigány. Csak annyira vagyok cigány, mint amennyire magyar. Nekünk is jogunk van emberként élni e hazában, hiszen e földet őseink vére és könnye is áztatta.
Horváth Gyula, hazám. Hazám! Te tündér szép kedvesem, hogy szeresselek? Ha koporsó sorban fekszem, két karommal hogy öleljelek? Ha zuhog rám a zokogó föld, és csak az boldogul, aljasul, aki öl. Szécsi Magda, hazám. Istenem, meghalok bánatomban, mert lelkembe hasít bele, hogy te ölelsz meg óvva engem. Jaj, pedig nekem kellene. Földedre akár a harmat, települt be népen a cigen. Szabad-e hálámat belésnem minden követbe én hazám? E köveket ne dobd vissza rám, ha százados panaszokat sírok. Tudom jól, éhezés, könnyű kijut másoknak is. Ám népemet keresztre feszítik itt. Lehetősége sincs a tetre. Hazám! Hazám, nézz a szemembe! De jaj, szabadon röpülő madár a szívem, ha arról álmodok, hogy reményeket adó virág vagy Magyarország. És én legszebb szívod vagyok.
Köszönjük szépen, testvérén! A Romano Teatro, Ivo Díjas Egyesület! És most egy néhány közérdekű bejelentést fog tenni Váradi Gábor, a Miskolci Civil Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Kedves hölgyeim, kedves uraim, kedves barátaim! Véget ért a mai rendezvényünk, véget ért a mai demonstrációnk. Azt gondolom, hogy az a két órás menet, meg az itt eltöltött több mint egy óra remélhetőleg elég demonstratív volt ahhoz, hogy hatékonyan ki tudjunk egy szeretet fejezni abból a gyűlöletkeltés ideológiának a megállításából, amiért eljöttünk. Most jön egy másik nehéz feladat a hazamenettel. Azért nehéz feladat, mert mindenkinek itt kéne, hogy maradjon most a területen. Arra kérek mindenkit, miskolciakat is leginkább, hogy ne menjenek sehova. A zavasiakat megkérem, hogy maradjanak itt. Tehát ők, akik most elindult a Gárdának, a Jobbiknak a felvonulása, információink szerint több ezeren vannak, nem jönne célszerű velük konfrontálódni. Arra kérek mindenkit, hogy a buszok ide be fognak jönni ezen a kiskapun. Misi, hol vagy? Jó, ugye azt beszéltük meg, hogy ide jönnek be a kiskapun, ott bejönnek a buszok, itt be fognak tudni szállni, akik vidékre jöttek. Voltak fent kocsikban, a zavasi kilátóban busz is, meg kocsi is maradt fent, azt rendőri kísérettel lehozzák ide. Itt be tudunk szállni majd a buszokban, illetve az autókban. Belegondolva, milyen szörnyű, azért belegondolok, hogy rettegnünk kell, félnünk kell, nem szabad egymással találkozni, hihetetlen. Tehát az, hogy most ilyen módszerekkel kell egymástól elválnunk, de azt kérem mindenkitől, hogy mi nyugalomban, békében, szeretetben váljunk el. Arra kérek mindenkit, hogy a buszokat töltsük fel, a buszok vezetői, akiket a csoportokat vezetik, feltétlenül nézzétek meg, hogy mindenki a buszon legyen, nehogy valaki, nem baj, marad el vagyunk, nem is tartozom vele, de mindenki érjen haza, mert mindenkit várnak otthon. És holnap menni kell a közmunkát felvenni. 47 ezer, így van. Jó? Jó, mindenkinek kevesebb. 40, a buszok akkor be fognak ide állni, a zavasiakat megkérem szépen. Akik Miskolc azon területén laknak feltele, azok elindulhatnak. A miskolciaknak, akik a zavason laknak, azok legyenek szívesek itt maradni, ne menjenek jelen pillanatban sehova. Akik pedig a Tesco-nál hagyták az autóikat, azok a főutcán keresztül tudnak menni az autóikért. Jó? Sokszor, még egyszer köszönöm mindenkinek mindent, és hát ide tartozunk. Béla! Köszönjük szépen, testvéreim! Kavasszászet ágybattále, Szabóra Zsénelyek, Hetán Andatrájó! Legyünk szerencsések és boldogok mindannyian, így együtt, ahova élünk az életben. Opre Roma! Menjük le, gyertek le az Abszolút rendkívüli eseményen vettünk részt a miskolci cigány kisebbségi önkormányzat és a miskolci roma lakosságnak köszönhetően. Jöttek nagyon sokan az ország minden részéből, Budapestről is. Köszönjük! Megváltoztatjuk a roma politika alapjait. Alapvetően, mert az alaptörvénybe akarjuk foglaltatni a magyarországi cigányság alapjogait. Elsőként azt, hogy egyetlen egy százalékú különbség se legyen a cigányok és nem cigányok foglalkoztatottsági, tehát állandó munkahelyi foglalkoztatottsági aránya,
és a munkanélküliségi arányok között sem. Nincs olyan ország a világon, ahol egy rasszegyek alapján megkülönböztethető kisebbség körében kilencszerese lenne a munkanélküliek aránya a nem cigány munkanélküliek arányának. Ezt hirdettük most meg az új politika, alapjogi politika legalapvetőbb két pontját, és ez az alapjog a garanciája a békés Magyarországnak, a gazdasági felemelkedésnek. 20 év alatt kell elérnie ezt a célt a magyar államnak. Szándékosan nem beszélünk kormányról, mert eddig mindegyik kormány kivétel nélkül részt vett, illetve hozzátett valamit a cigányok elnyomásához. Az állammal akarjuk újra pozícionálni a magyarországi cigányság kapcsolatát, alapvetően más alapokra helyezni, társadalmi békét, társadalmi szerződést, társadalmi és gazdasági felemelkedés lehetőségét kínáljuk a programban, de nem csak kínáljuk, követeljük. Ezek az alapjogok léteznek, az alapjogok gyakorolhatóságát szüntették meg az elmúlt 22 évben, ezekkel a jogainkkal élni fogunk. Nagyon nagy előrelépések történtek, és szándékaink szerint néhány héten belül nyilvánosságra hozzuk, a magyarországi cigányság elé tárjuk az alapjogi dekrétumot, amely elé egy az eddig vezető út ellenzését, kvázi preambulumát is elkészítettük. Hát az egyik legfontosabb és szóval, hogy a Jenő felvetései között volt egy rendkívül fontos szempont, hogy a fiatal értelmiség és az idősebb korosztály az fogjon össze. Hogy teremtsük meg annak a feltételeit, intellektuálisan és érzelmileg is, hogy egy együttműködő közösségé tudjunk formálódni. És azon gondolkodom folyamatosan, hogy le kell mondani erről, vagy van-e esélye még annak, hogy tényleg azonos platformon tudjunk lenni, azonos politikai és ideológiai platformon, és ennek én látom... Nem mondunk le róla, tehát hogy nem azt akarom mondani, hogy ez az esély kútba fúlhat, hanem hogy nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy ami eddig felhalmozott érték volt a politikában, az új nemzedék számára is érték legyen. Római értelmiség és a romai idősekről beszélünk? Az értelmiség idősebb és fiatalabb csoportjairól beszélek. Igen, abszolút a romák. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy eddig a magyarországi cigányság alapjogai léteztek, egyetemes emberi jogok formájában, nemzetközi jogi egyezmények, az alkotmány, most az alapjogi törvény, kisebbségi törvény, gyermekek jogai törvény is sorolhatnám, de ezeknek a jogoknak a gyakorolhatósága mögé nem tudott odállni a magyarországi cigányság, mint önálló
politikai entitás, mert szétvitték az embereket, a magyarországi cigányságot, a közel egymilliós cigányságot, szerte szétvitték a különböző cigányszervezetek és a különböző pártokhoz csatlakozó tömörülések, így nem jelent meg egységében a legalapvetőbb jogai sem a cigányságnak. Mi ezen változtatunk most, ez az egyik legnagyobb fordulat, amennyiben pontosan megfogalmazzuk a magyarországi cigányság politikai entitását, amely azonos, az előbb említett, és még sorolhatnám, jogok gyakorolhatóságával, amelyet az állam köteles minden körülmények között biztosítani. Nem fogadunk el semmilyen magyarázatot, soha ezentúl, az államtól arra nézve, hogy nehéz-e munkahelyet létesíteni a cigányságnak, vagy nem nehéz, hogy a közalkalmazotti szférában érvénybe tud léptetni valamilyen kvótarendszert, amelyre a világ számtalan haladó és fejlődő országában példa volt, amikor harcot indított az állam a fajgyűlölet ellen, a rasszizmus ellen. Nincs más mód, csak a munkába állítás, a munkalehetőség, az állandó foglalkoztatás, az állandó jövedelemszerzés lehetőségének ugyanolyan arányú biztosítása, mint amit a nem cigány többség élvez, vagy éppen elszenved. De az előnyöket is és a hátrányokat is viseljük egyenlően. Gyakorlatilag ennyiről szólt, hogy ez a pesti busz. Pesti busz ez? Köszönöm, hogy Szavaztok, genyók! Szavaztok, köcsögök! Szavaztok, köcsögök! Kedves barátaim, Savar és Helyele! Opi, Roma! Opi! Azzal szeretném kezdeni, hogy mindnyájatoknak köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon büszke vagyok mindnyájatokra! Az első benzinkútnál megállunk majd pisilni. Az jó lesz. És megkérem az élelmezésügyi minisztereket, Juhász Anita, Szőrös Irén, Vandor Bea, hogy legyenek kedvesek a népet ellátni szendvicssel. Ez a legjobb. A innivalóval egyebek. Köszönöm. Köszönjük Kockafejű Szilvási Istvánnak is a felszólalását. Holnap a fotókat Facebookon tegyétek ki a Püsti adatlapjára. Nem igaz! Aladár év volt a legjobb! Éljen Aladár! Éhes Aladár, részt akarsz? Hájja be, nem mondom a kamerába is! Éljen Aladár! De Béla, Vince megmondta, hogy legyünk barátok most már. Nem szabad ellenségesnek látni, hogy 100 méteres. De nem engedtek, én meg elveszekedtem, el akartunk menni. Úgy várom, hogy a Vince jól beszélünk. A románok összevagyik emberek. Az a baj, hogy mi van? Ezt már beszéltünk többször is. Ember ez van a baj, semmire. Nem akarnak, hogy elcsették az egészet. Most is ebben le van.
de magyarokban is van ilyen. Na, hogy ne lenne? Még se egy többet tudok magyar. Figyelj, én biztonságért vagyok én. Nem a bábiskát, nem kell vigyázni. Betámadnak, akkor jó járnak velünk. Egy-két szendvicset kérhet erre. Nem a hangkivillit úgy vették, hogy ment haza felegedünk. Az is milyen pancser, gyalog meg hagyozzon egyedül. Ja. Mikor mi megyünk a tárdalvatásra, hősök terére, mi mindig autóval megyünk. Úgy állunk meg, hogy a közelben, azzal megyek, és azzal jövök, és azzal megyek. Szóval én nem. Hát pont ezért, hát mert számítok rá, hogy leszakadok, hogy megyek haza egyedül, elpaknak. Egyedül, egyedül. Búcsók, minek maradjon az ember, ha nem szívesen látja? Hát, 10 napos, szívesen látja.